Tehát a kétnapos eseménynek a szőttesében az egyik szál az a tudományról szól, hogy az ember és az iskola teremtő mellett a tudósnak is azzal lehet megadni a tiszteletet, hogyha kiváló társadalomkutatók képesek arra, hogy a maguk a narratívái vagy diskurzusai mentén legyenek képesek megmutatni azokat az érték hozzáadásokat, amelyek hangkis elemért jellemzik, vagy legyenek képesek tovább gondolni az ő munkásságának adott szeleteit. Azt gondolom, hogy a mostani kerekasztalnak a képviselői olyan kiválóságai a maguk tudomány területeinek, hogy bemutatásuk nem feltétlenül indokolt, hiszen mindenki ismeri őket. Annyit mondanék el azért, hogy a tudományos kihívás elég nagy, hiszen Hankis Elemér a tudományszakok trapézai között szaltózó intellektuális légtornász volt. Tehát önmagában az, hogy milyen disziplinához és hogyan rendeljük hozzá az ő eredményeit, ez egy igazi nagy kihívás, disziplina, ami most nekiveselkedik ennek a feladatnak, részben ugye a szimbólumkutatás mögött a jeltudomány és a szemiotika, részben a politikatudomány, és először Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor mondja el rövid előadását. Kedves barátaink, kedves kollégák, mindenek előtt tágítanám ezt a kört, amit itt a Karvalis László felvetett, ugyanis amiről mi beszélnénk, az a tovább nem csak a jeltudomány, a szemiotika, hanem a szociológia és a kulturális antropológia, illetve ahogy Hankis Elemér fogalmazott, a filozófiai antropológia, ami az ő munkásságának az utóbbi évtizedeit jellemezte. Ezen belül is ugye egy rövid és egy célirányos fókusz helyeztünk a mai előadásnak vagy megemlékezésnek a középpontjába, ez a szimbólumokról lesz. Hankis Elemér munkásságában nagyon fontos szerepet játszottak a szimbólumok. Kapitány Gábor majd fog erről beszélni, hogy Elemérnek a szimbólum felfogása az milyen is volt. Előtte én azért mondanék néhány személyes szót, mert azt hiszem, hogy keveseknek adatott meg az, ami nekünk szerencsére megadatott, hogy mi 4 évtizeden keresztül változó szerepekben ismerhettük őt. Azért is gondolom, hogy ezt fontos most ideidézni, mert itt a kétnapos tanácskozás során sok szó lesz arról, hogy mi minden van Hankis Elemér életművében, ami tovább viendő. Mi azonban nagyon fontosnak tartjuk, hogy az attitűdje, a személyisége és a habitusa is olyan, amit nagyon fontos továbbvinni. Ebből nagyon sok minden átjön az ő munkáin, mert szerencsére ő tudott úgy írni, hogy ez a habitus és ez az attitűd belekerült az ő tudományos munkáiba. Ez nem mindenkinek adatik meg, hogy képes ezen a módon írni. De mi attól, hogy személyesen ismerhettük őt, és eleinte tanítványainak, aztán kollégáinak mondhattuk magunkat. A tanítvány szó különösen illik rám. Én a 70-es évek közepén jártam az ELTE bölcsészettudományi karára, és akkor ott Hankis Elemér egy rövid ideig tanított. Tartott egy olyan szemináriumot, amit ma úgy mondanánk, hogy kutatószeminárium. Ide borzasztó nehéz volt bejutni, 10-15 ember járhatott erre a kutatószemináriumra. Azt érdemes erről föleleveníteni, hogy az ő attitűdjének és a tanári habitusának az volt a fő jellemzője, hogy egyrészt állandóan kérdezett, amit itt többen is említettek, hogy mindig kíváncsi volt a másik embernek a megközelítésére, a gondolkodásmódjára, a személyes tapasztalatanyagára, és ami szintén nagyon fontos, abban az időben az ELTE egész szellemiség, lehetősen tekintélyelvű szellemiség volt. Ezzel ellentétben Hankis Elemér minden diákjához úgy viszonyult, hogy abszolút egyenrangúnak és szellemi partnernek tekintette őket, és ez nem pusztán egy póz volt a részéről, hanem egy nagyon mélyen gyökerező alapállás. A Szociológiai Intézetben is kollégák voltunk, ennek néhány évig Hankis Elemér az igazgatója is volt.
És itt érdemes föleleveníteni az egyik legelső beszélgetést, amikor ő igazgató lett, akkor összehívta a Szociológiai Intézet kutatóit, és azzal kezdte a beszélgetést, hogy nagyon kér mindenkit, hogy mondja el, hogy melyeket tartja a mai kor legfontosabb társadalmi kérdéseinek, társadalmi problémáinak, és utána folytassa azzal, hogy ő az elkövetkezendő években milyen kutatásokat tervez, milyen módszertannal, hogy ezekhez a társadalmi kérdésekhez milyen módon lehet kapcsolódni. Nem fogok most kitérni arra, hogy a mai akadémiai világ milyen módon működik, és sok esetben hogy fordul ez az egész a fejéről, vagy a talpáról a fejére. Minden esetre Hank és Ellenmérnek a megközelítését egész életében ez jellemezte, hogy társadalmi problémákból indult ki, a kor legfontosabb társadalmi problémáiról, és mindig ehhez kapcsolódott az ő megközelítése. És végül a harmadik dolog, amit felelevenítenék, az az egyik utolsó beszélgetésünk volt vele, ez az Országház utca 30-ban a Szociológiai Intézet, akkor úgy hívták, hogy Társadalomtudományi Kutatóközpont, egy gyönyörű kolostorudvar. Aki járhatott ott, az bizonyára tudja, hogy mit jelentett ez az épület. Ott ültünk Hankis Elemérrel az udvaron, egy sobogó gyönyörű szökőkút mellett, és arról kezdtünk beszélgetni, hogy milyen fantasztikus, hogy ő egész életében meg tudta őrizni tulajdonképpen egy kamaszos alapállásnak a fiatalságát. És mi is kell ehhez, mondtuk neki, vagy kérdeztük tőle. Erre ő kapásból egy körülbelül fél órás előadást rögtönzött, pontokba szedve, rendkívül szemléletesen arról, hogy a fizikai állóképességet és a szellemi frissességet milyen módon is lehet megőrizni. Nem fogom most felsorolni, de egyszer majd szívesen beszélünk róla. Hankis Elemérnek tényleg az egész életén végigvonul a szimbólumokhoz való viszonya, részben úgy is, mint életgyakorlatának része, mert szimbolikus gesztusokkal nagyon nagy mértékben tudott élni, és nagyon nagy mértékben tudta például szimbolikus gesztusokon keresztül bemutatni a magyar közvéleménynek, hogy milyen a civil kurázsi például, vagy hogy ahhoz mi szükséges. És hát természetesen az elemzéseinek is nagyon lényeges része foglalkozik szimbolikus jelenségekkel, egészen fiatal korától az utolsó művei. Na most az utolsó műveiben aztán egészen a középpontjába került az érdeklődésének ez a szimbólumok, a szimbolizáció kérdése. Elsősorban, mint egy szimbolikus védőháló, tehát hogy az emberiségnek lényegében a szimbólumok egy pszichikus védőhálót biztosítanak a világba vetettség, a létbe vetettségnek a szorongásai ellen. Az utolsó 3-4 könyvében mindegyikben erre kitér, és ez nagyon alapkérdés is. Azonban írásaiból az is kiolvasható, hogy ennél egy kicsit még többre gondolta a szimbólumok jelentőségét, és hát ezt azért tartom fontosnak, mert nagyon egybevág azzal, ahogy mi gondolkozunk erről. Én föl is olvasnám itt Elemérnek egy pár mondatát az Ikarusz bukása című könyvből. Azt írja, a költészet kapcsán beszél a szimbólumokról, a költészet két gondolatrendszerrel dolgozik. Van a világnak egy kauzális, racionális, kognitív értelmezése. Az a tudati beállítódás, hogy mindennek van oka, és minden valaminek az okozata. Vagyis, hogy a valóságot szépen ki lehet gombolítani okokozati gondolatmenetek láncolataira. Alapvetően különbözik ettől a másik, az analógiás világértelmezés. Ez vizuális, hangzásbeli, emlék vagy élménybeli hasonlóságokat köt össze. A versekben, például a versekben ez a két gondolkodásmód átvillan egymásba. A rímek legnagyobb varázsa is az, hogy amikor a mindennapi élet dolgai köz csetlőbotló szövegsorban hirtelen felcsendülnek, akkor egy pillanatra, mintha felvillanna a világ mindenség valamiféle rejtett, titokzatos, gyönyörű harmóniája. Majd ugyanitt ennek a könyvnek egy későbbi oldalán írja, vagy viszi tovább ezt a gondolatot. A különböző tudat és létsíkok közötti villódzást korábbi tanulmányaimban az esztétikai élmény alapvető forrásaként elemeztem. De lehet, hogy tévedtem. Lehetséges, hogy ennél jóval többről van itt szó. Lehet, hogy a műalkotásban valamiféleképpen a léten belüli erők kezdenek el villódzani, sugározni,
És a fentiek alapján még az is feltételezhető, vagy legalábbis elképzelhető, hogy maga a lét is ellentétes pólusok sokassága közti sokdimenziós vibrálás, villódzás, vagy legalábbis közel lehet valami efféle villódzáshoz. Vagyis az esztétikumban is jelenlévő szimbolikus gondolkodás a valóság lényegi megismeréséhez vezethet, állítja ezeken az oldalakon Hank is, és ezt mi is teljes mértékben így gondoljuk. Azt gondoljuk, hogy ez a két gondolkodás, tehát a fogalmi logikai racionális gondolkodás és a szimbolikus gondolkodás egymást korrigálja. Mind a kettő másra jött létre az emberiség történetében, de a fogalmi logikai racionális gondolkodás, aminek az egész technikánkat, az egész világ megszerveződését köszönhetjük, rendkívül mértékben leegyszerűsít, a valóságban ugyanis nem ilyen összefüggések vannak, ahogy az ember a fogalmi gondolkodásban ezt használja, hanem ennél sokkal összetettebb, sokkal komplexebb a világ, egy holisztikus megközelítéssel egészen más arcát mutatja, és a szimbolikus gondolkodás mindig ezt a korrekciót viszi be, hogy a fogalmi logikai gondolkodás leegyszerűsítéseit korrigálja. Na most az egész mögött, az egészet nagyon fontosnak tartjuk, mert úgy gondoljuk, hogy egy olyan paradigmaváltás idejében járunk a 21. században, amikor a több évezreden át uralkodó fogalmi logikai gondolkodást, amelynek csak egy korrekciója volt a szimbolikus gondolkodás, föl fogja váltani egy olyan korszak, amelyben uralkodni fog a szimbolikus gondolkodás, már pedig azért, mert a fogalmi logikai racionális gondolkodásnak az majdnem minden részét át lehet adni a komputereknek. Tehát a mesterséges intelligencia ezt tökéletesen át tudja venni. A szimbolikus gondolkodást egyelőre legalábbis nem. Tehát az embernek a tere ott nyílik, tehát ott nyílik igazán tere a szimbolikus gondolkodásban, aminek beláthatatlanul nagy lehetőségei vannak. Na most az egész mögött szemléletileg végül is az húzódik meg, hogy az embernek az alapvető fajspecifikus tulajdonsága az, hogy individualitásokban létezik. De az individualitások nem öncélúak, hanem ennek az emberi fajnak ugye az a sajátossága, hogy minden egyén tulajdonképpen máshogyan él. Úgy szoktuk mondani, hogy minden ember az emberi fajnak egy felderítője, ami egy sajátos terepre van kiküldve felderíteni. Ez a sajátos terep az ő sajátos egyéni élete. És mindenki erről tulajdonképpen visszajelzéseket, jelentéseket ad az emberi fajnak, annak a segítségével, hogy az emberiség és az egyén között a nyelv egy olyan összeköttetést teremt, egy olyan visszacsatolási rendszert, amivel az egyén a nem minden, az emberi nem minden tudását használni tudja, illetve az egyes ember minden egyéni tapasztalata rögtön vissza tud csatlódni az emberiséghez. Ez az embernek egy fajspecifikus tulajdonsága, ilyet a delfineket nem ismerjük eléggé, de a többi állatfaj erre biztos, hogy nem képes. Tehát ez egy emberi sajátosság. És ennek az eszköze, a nyelv, tehát az alapvető eszköze a nyelv, és tulajdonképpen ami ezt az összeköttetést megteremti az egyén és az emberiség között, ez az, amire a filozófia történet a szellem fogalmát kidolgozta. Tehát most nincs idő ennek a kifejtésére, de ezt a túlélési stratégiák és a szellemi termelési mód című könyvünkben elég részletesen kifejtettük. Tehát, hogy ott, hogy ez hogy is van, a szellem tényleg az egyén és az emberi faj közötti alapvető összekötő, és ennek a legfőbb eszköze éppen a szimbolikus gondolkodás, tehát éppen az a szimbolikus gondolkodás, amely ugyanezt az összeköttetésnek a konkrét feladatát látja el. Körülbelül ennyi fér bele abba, amit most itt akartunk adni. Egyetlen egy mondattal zárnám, hogyha azt mondtuk, hogy úgy fogjuk föl, hogy minden egyén az emberiségnek felderítője, akkor Hank is elleméről az elmondható, hogy ő egyrészt tudatában volt, abszolút mértékben tudatában volt ennek, és kiválóan látta el ezt a felderítői feladatát. Ami a személyes kapcsolatot illeti, ha már itt előttem is szóltak, hát nekem nem 4 évtized volt, hanem a kezdet, meg bizonyos értelemben a vég. Mint egyetemi hallgató dolgoztam Hank is érték kutatásaiban felmérőként. Nagyon igényes interjúk, nagyon igényes kérdőívek voltak ezek, több órát vett igénybe a kitöltésük. Majd pedig, következősnyit 2014 ösztöndíj az IS-ban,
A kettő közt olvastam a munkáit, figyeltem a közéleti tevékenységét, néha találkoztunk is konferenciákon, de nem volt ilyen folyamatos hát együttlétünk. A csapdákra visszatérve olyan címet próbáltam adni majdani publikációhoz, hogy a kései szocializmus csapdáitól az új demokráciák és a globalizáció csapdáig. Tudni, azt gondolom, hogy Hank is ezeket a csapdákat, problémákat, mind társadalmi, mind politológiai, mind közgazdasági, majd pedig hát széles antropológiai értelemben egyaránt követte és dilemmákat fogalmazott meg, illetve ilyen dilemmák elé került önmaga is, hiszen egy közéleti ember volt, hát itt nyilván többször megemlítik a legismertebb tevékenységét majd ma a televízióban, Magyar Televízióban rendszerváltás után, de tulajdonképpen mindvégig ő egy közéleti emberként működött, és azt a nagy választóvonal szakadékot, amit Max Weber oda a tudomány és a politika között felépített, és sokat rákérdezünk, gondolkodunk, hogy hogyan jól tette vajon, és hogy hogyan lehet ezt áthidalni, hát az Anki Selemér minden különösebb, hogy úgy mondjam, problémázás nélkül folyamatosan átlépte, és mind a két lábbal a szakadék, és számára nem szakadék, hanem az ösvény jobb és a bal oldalán lépkedett egyaránt. Én nem tudom, azt filológia nem tudnám, és nem is tudtam utána menni, de ő kezdettől fogva egy ilyen klasszikus politika elméleti műveltséggel is rendelkezett, sok minden más elem között, azt mondanám. És hát később pedig a szociológián keresztül, a politikatudományhoz, szociálpszichológiához, játékelmélethez, nemzetközi kapcsolatokhoz, tehát politológia sok-sok részterületéhez kapcsolódott. Anélkül, hogy azt hiszem valaha azt mondta volna ő magáról, vagy róla valaki, hogy ő egy politológus volna. Tehát ez nem is nagy gond, de csak pár nevet említenék, hogy azért kijelöljük azt a kapcsolatrendszert, Schöpflin György, Philipp Schmitter, aki itt van, Max Kase, Dieter Klingemann, tehát nagy nevű nemzetközi társadalmi politológusok, magyar pártok, Lengyel László, ővelük hát nagyon hosszú ideig együtt szervezett keretek között is. Széles nemzetközi ismertsége volt már 89 előtt is, de főleg a rendszerváltás után vagy időszakában. És én azt gondolom, hogy ez részben annak köszönhető, én sem fogalmaztam ezt magamnak, meg soha, csak úgy gondolkoztam most rajta, hogy talán ő volt az egyik azon keveseknek, akik ezt a rendszerváltási problémakört tulajdonképpen már évtizedek a rendszerváltás előtt valamilyen módon megfogalmazták. És van ez a nagy vita, hogy láttuk-e, hogy jön, és ugye nem láttuk, ezt nem láttuk. Én nem tudom, hogy ő mit látott, vagy mit nem ebből, de a dilemmákat, problémákat oly módon vetette föl, hogy abból elég világos volt, hogy ez így nem mehet sokáig tovább. Hát azt, hogy hogyan alakul át az a kapcsolat, aki voltak különböző szenáriói, alternatívai elképzelései, nagyon széles körűek. Tehát azt kell mondjam, hogy a kelet-európai alternatívák könyv, ami 89-ben jelent meg, és hát nem sokkal előtte irodott, angolul és magyarul nagyjából egy időben jelent meg, hát az egy igen széles diapozon akkori problémák megismerhetőségének, kutathatóságának, arról való gondolkodás. Tehát én azt nem tudom, hogy ő volt-e az egyetlen, említenek egy francia szerzőt, aki megmondta már 70-esekben, hogy a Szovjetunió föl fog bomlani. Hát a Hanki sem nem azt mondta, hogy Magyarország vagy a keleti blokk föl fog bomlani, de megmutatta ezeket a dilemmák, társadalmi csapdák. Hát mi más ez, mint ugye arra utalni, hogy valami majd be fog következni, és hát ezért az úgynevezett tranzitológiai irodalom jeles képviselő Philipp Schmitter ma velünk, és hát fog is erről beszélni, örömmel fedezte fel őt, mint olyan valakit, aki talán előre látta. Oktatott haza és külföldi egyetemeken, egyébként az én munkahelyemen, az ELTE Állami és Jogtudományi Karának politikatudományi tanszékén, neki volt egy részfoglalkozása. Ez más kérdés, hogy csak egy fél éven át gyakorolt tanári tevékenységet, mert annyira hát széles nemzetközi meg kutatói tevékenység volt, hogy mindig helyettesíteni kellett. De volt neki egy politológiai állása is ilyen értelemben, tehát lehet mondani, hogy hát politológusnak is tekinthetjük. És tanítványai, körei, hát egy csomóan került. Közben Bruce László meg, szociológusnak is nevezhetjük persze őt. Tehát volt egy klasszikus politikai filozófia műveltsége, foglalkozott a politikatudomány sok részterületével, mind elméleti, mind alkalmazott vonatkozásban is. Tehát azt kell mondjam, hogy politológia biztos, hogy sokat köszönhet neki hazai és nemzetközi vonatkozásban egyaránt. Tulajdonképpen a rendszerváltás előtt is már a rendszerváltás volt a
hogy úgy mondjam, fő mozgató problémája, majd pedig azt követően többek közt az, hogy a rendszerváltás milyen zsákutcákhoz és dilemmákhoz vezetett. Ez se így fogalmazta meg, hanem nagyon sok módon beszélt róla, hát itt látunk a szlájdokat, amik ugye egész kiszélesítik a civilizációs, kulturális válság problémáira ezeket a kérdéseket, de azt lehet mondani, hogy megvannak azért azok a pontok, ahol ő itt nagyon határozottan a közéleti ember, de civil típusú közéleti ember. Tehát hiába tölt be ilyen vagy olyan pozíciókat, ő mindig civilként jelenik meg, és hát ezt értékelték, hogy nagyon benne a tévéelnökként, meg egyébként is, ezért szerették, hogy úgy mondjam. Én azt gondolom, hogy politika elmélet szempontjából mindenképpen releváns a munkássága, nagyon sok munkája, ezeket sok verzióban talán. Klasszikus elmélethez kapcsolódik. Én Rousseau-t és Kantot látom fontosnak nála, egyetlen hivatkozást nem tudok találni, ami ezt elmondaná. Találtam egy interjút, ahol Aufklärerisztának nevezi magát. Hát most lehet Kantnak a mi a felvilágosodás című írására gondolni, de ő nem egészen, hogy úgy mondjam, volt világosan kijelölve az ő kapcsolódása. De ezek a dihotómiák, antinómiák, dilemmák, ez Rousseau és Kant számomra, legalábbis én így látom. Egyszerre volt strukturalista és történeti megközelítés, a struktúrák és folyamatok egyaránt és együtt, tehát úgy, ahogy közélet is, gyakorlat is, elméleti elemzés, ugyanúgy történelem, strukturális ellentmondások. Ez két nagy iskola, tehát ugye a szociológiában, politológiában a strukturális, rendszerszerű megközelítés, a folyamat elemzés, társadalmi történet, mind tovább együtt voltak nála ezek a kérdések, ezek a dolgok. Nagyon szerintem elméletet és racionális cselekvési elméletet, hát ezek voltak azok ezek a teoretikus újítása a 80-as évek elején a magyar társadalomtudományban, amik őt bizonyos értelemben neutrálissá és hát elfogadhatóvá tették, publikálták, hát szinte minden munkáját, nem nagyon maradt úgymond kéziratban olyan, amit ő 89 előtt írt, és ne lehetett volna kiadni. Tehát egy olyan nyelvezetet használt, ami végül is a racionalitás, a meggyőző ereje és mondjuk a nem ideológia vitatkozásai következtében hát tulajdonképpen elfogadható volt a 80-as évek ugye reformálódó Magyarországában. Bár emellett ugye tudjuk jól, akik hát ismerték jobban, mint én, ő nagyon mélyen benne volt az ellenzéki mozgalmaknak a úgymond intellektuális hordozvarában. Nyilvánvaló volt a problémák, hogy úgymond kritikus felvetésen áll, sőt az alternatívák keresése is, de rendkívül ügyes módon ezt mégis úgy tudta hát az akkori Magyarországon megcsinálni, hogy ő kritikus is volt egyben, és még meg is jelenhetett. Tehát ez is egy igen szép teljesítmény. Kevesen tudják ezt megtenni az ilyen társadalmakban, kevesen tudták megtenni. Rousseau és Kant felé mutat az ő szerződéses, kontraktuális viszonyokban való mondjuk mély elközelettséget, új társadalmi szerződés. Ugye ez többféle módon fogalmazza meg, már 89 előtt, meg 89 után is. Tehát alkossunk, konstruáljunk egy új struktúrát. Ugye ez is egy meglehetősen, van ilyen társadalomtudósok között, de nehezen egyeztethető össze mondjuk az analitikus pontossággal és a kritikai elemzésen áll, ez minden további nélkül elment. Tehát még akkor is a reformmozgalmat hozott létre, azért amellett volt egy olyan elemzés, ami hát mindenképpen igen komolyá tette ezeket a megközelítéseket. Tehát egy nagyon széles társadalomtudományi eszköztárat használt föl. Hát említeném a korporatizmusnak az elméletét, Philipp Schmitter, egy klasszikusa van itt velünk, Hank is volt egyik azoknak, a korporatív alternatíváról beszélt Magyarországon, de ugyanakkor a pluralizmus igényét is föntartotta, a legitimációs problémát már a 80-as években felvetette. Nyilvánvaló, hogy ez egy teljes mértékben kritikai fogalom volt egy kommunista rendszerben, de úgy tudta felvetni, hogy mégis megemésztette a nyilvánosság akkor. Modernizáció probléma, nyilván nem egyedül és nem csak ő, nagyon sokan. Az informális és formális, a kettős társadalomnak a szembeállítása, a különbségei, ellentétei nagyon központiak voltak. A közérdek, mindig közérdek és egyéni érdek viszonya volt egy visszatérő gondolata. Közérdek, mitosz vagy valóság, 1997-es cím. Sok idézettől lemondanék.
kereste a racionalizmus és a irracionális, vagy racionálisan nem megmagyarázhatónak az egyensúlyát. Tehát ez az egyensúly megközelítése nagyon fontos nála, történelmi struktúra, gyakorlat és elmélet, ráció és történelem között. És hát érdekes kérdés az, és ezzel zárnám, hogy mit szólna ahhoz, ami most van. Hogy úgy mondjam, ami ma a világban történik, a világpolitikában, a világtársadalmában, amikor tulajdonképpen minden komolyabb nagy elemző intézet óriási problémákra mutat rá ma a demokrácia stabilitása, instabilitása, tegnapi vitára utalnék itt szélesen körbe lehet járva, a racionalitás csökkenés, a posztfaktualizmus a nyilvánosságban, a diskurzusban, különböző autoritár tendenciáknak az előtérbe kerülése. Kétségtelen, hogy ő korábban is már foglalkozott nem csupán Magyarország, hanem a világ és az Egyesült Államok és a nagy hatalmaknak a problémáival, egy rövid idézet. A torz és veszélyes hatások sokasága egy-egy mindennapi ember gyakorlatában is meglehetősen ijesztő. De ha ez az ember töltesen Hitler vagy Stalin, akkor ezeknek a tényezőknek a torzító hatása társadalmi szempontból katasztrofális lehet. Vajon mit szólna Trumphoz? Aki nem Hitler vagy Stalin, hanem egy borzasztóan fontos globális játékos, akinek a, hát az irracionalitása eléggé nyilvánvaló. Tehát kíváncsi lennék én arra, hogy mi lenne a Hankis Elemér véleménye nem csak ma a magyar közélet problémáiról, hanem a világ problémáiról. Talán azt mondaná, hogy hát erről beszéltünk régóta, és hát ezek a tendenciák most kvázi, mint a jéghegy csúcsa, egyre jobban emelkednek ki. A megfelelő elitnek a keresés, ez is egy visszatérő probléma volt nála, 1989-ben írta a marxista vagy kommunista uralkodó elitről. De ha nem ők a megfelelő elit a megfelelő helyen, akkor kikből állna? Hol van az igazi elit? Melyik társadalmi réteg válhatna ilyen elitté? Hogyan tudná a jelenlegi uralkodó elit visszanyerni a maga történeti szerepét és azonosságát? Hogyan tudná utolérni a történelmet? Tehát ez a megfelelő elit, megfelelő vezetésnek a keresése, ez azt gondolom, hogy ma egy nagyon aktuális kérdés, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy hát mit mondana ő ehhez. Próbálkozott, és elmélkedett, és úgy reménykedett abban, hogy a torzulásokat meg lehet haladni, és tovább lehet lépni. Hát ezt szolgáltak ezek a kései antropológiai tanulmányok, és köszönöm szépen a figyelmet.